Na, sziasztok! Ismét itt vagyunk egy újabb őrült háguldozással. Nem tudom, melyiket kellene csinálni. Hát, igen. Utolsó helyen vagyok. Sikerült utolsóra bejárni. Próbáltam kontrollerre játszani, csak... Az a baj, hogy nem találok rá beállítást a játékon belül, hogy tudnám a kontrolleremet átállítani. Az a baj, hogy a baloldali stick-et, ő ezt teljesen úgy veszi, mintha minden gombot nyomkodnék rajta. Tehát, hogyha előre billented a stick-et, akkor ő veszi azt, hogy előre megyünk. Nem azzal van a legnagyobb probléma. Hogy ez így működik, hanem az, hogy mivel a többi játék nem így működik, ezért nem nagyon szoktam odafigyelni rá, hogy ne húzzam hátra a kart egy picit se. És ahhoz meg rohadt érzékeny. És nem lehet vele normálisan száguldozni. Azért is lettem 8. Nem ugratunk. Ez az autó már nagyon rossz ide ugratni. Kicsit túl sokat vesztünk a sebességből ezen a kanyarban. Nem tudom, mennyire fog látszani az, hogy amúgy az elmúlt időszakban játszottam mással is. Esetleg egy picit az autót jobban fogom érezni. Most amúgy csak a verseny részére megyünk rá a játéknak. Majd a többi részben lesz olyan, amikor már még pontot, külön pontot is kapunk azért, hogyha szétverünk valakit. Meg... ha minden jól megy, még nem jött össze a dolog, de ha már Flatout 2-re elérek, akkor elvileg beszéltem Punks-szal, és ha minden igaz, akkor ezt együtt fogjuk majd játszani. Vagy legalábbis fogunk együtt játszani vele. Úgyhogy... Meglátjuk. Most per pillanat ezt szeretném végig tolni egyedül. Még mindig van egy köröm. Hát fenébe is. Amúgy Crew 2-t tolunk. Mondtam már? Lehet, hogy mondtam. Annyira a játékra koncentrálok, hogy elfelejtettem, hogy most mondtam, vagy nem mondtam. Mert fejben az, hogy megfogalmazódott a probléma, az egy dolog. Tehát, hogy az attól még... az a legrosszabb amúgy. Mikor valakivelnek valamit mondani akarok, fejben-e végig gondolom, hogy mit akarok mondani, és mikor odaérek, akkor arra már megbeszéltem vele, és elfelejtem, hogy ezt nekem mondanom kell neki. Juhu! Elsőklettünk. Juhu! Ja, menjünk tovább. Nem akarom visszanézni, köszönöm. Tudom, hogy jó voltam. Igen, tehát, hogy itt azért, hogy valaki más lezúzunk, azért nem kapunk pénzt. Azért nem így zúzok le senkit, mert nincs értelme. És az a baj, hogy itt, tehát most 3 tereptárgyat vittem el magammal, 5-öt kapok érte. 9 kerítést, azt 4-et kapok érte. Nincs értelme ezt csinálni, hogy én török mindent össze-vissza.
mivel hogy alapból nem kapok érte jó pénzt. Az előző részben már próbáltuk. Jéhó. Ezt tudom, hogy próbáltam. Menjünk erre. Megtanultam, hogy kell elindulni velük. Szóval... ezt a részt lenyomom egyedül. Nem tudom, hogy milyen a multija a kettőnek. Opszi, opszi, opszi. Tudom, hogy arra van a pálya, látom. Elhiheted, hogy arra szeretnék menni. Nem, itt rövidítünk, Rozika. Azaz. Az a lényeg, hogy orral nem érhetek hozzá a falhoz. Arra emlékszem, hogy az előző részben úgy volt. Nyeki, nyeki, blablabla. Csusszál, 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 ez az. Csusz, 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 csusz. Fordul, csusz, csusz, ez az. Egy esszel, tehát ha nem felszólítottam, csak az, hogy csusz. Csuszika. Nem megyek fel. Nem. Azzal már a múltkor olyan rosszul jártunk többször is. Most nem. Az a baj, hogy harmadik vagyok, az még nem rossz. De nem is jó. Nyomja neki, arra! Nyomja neki! Kapd el, kapd el! Kapd el a kis köcsögöt, ott megy előttünk. Szóval a második rész, nem tudom, hogy ezek hogy vannak összerakva. Valószínű kóban végigjátszani nem lehet, tehát nem tudunk olyat, hogy mondjuk mit tudom én, úgy mint a... a crew... úgy mint a crew 2-ben, hogy egy crewban vagyunk, és akkor hogyha mondjuk tegyük föl Punky nyer, akkor én is megkapom ugyanúgy a dolgokat. Hanem valószínű itt az van, hogy majd egy idő után vagy együtt egymással, vagy együtt egymás ellen tudunk játszani. Nem tudom, tényleg nem tudom. Amúgy már, hogyha itt járunk... megdöglök. Utána majd elmondom, jó? Vagy mondjam el előttem, előtt ennél meg, hogyha nem tudom, akkor nem tudom elmondani, mi? Lehet, hogy az kéne. Várjál. Ó, bazd meg, ezt már nem tudom, hogy a gyerni az ember. És messze, itt a fal. Kösz. Várjál, jövök. Engedj. Szóval. A francért van ez a betontömböt. Nincs nitró. Elüldöztem. Hú, na, végre nem akarok meghalni. Gyere, kis köcsög. Fogom tudni megelőzni. Az meg nem jó, mert negyedik vagyok csak. Már jobbak vagyunk, mint az előzőben. Látszik, hogy játszottam egy kicsit. Ja, hagyjuk. Azt tényleg hagyjuk ezt a pályalebontást. Erre emlékszem, hogy a másikban nem emlékszem most pontosan, még a 4 vagy a 3 az, amelyik egy kicsit így jobban ráépít erre. Ella, hol volt a kakaó? Nagyon kimaradt a Kraft. Azt a hangot a valóságban nem szeretném hallani. Most komolyan.
AU játék, hogy a fene megesz téged. Elvileg a roncs derbinek ez a lényege. Ja. Sinem vagyunk, mármint hogy úton, de... innen. A fene azt a betontömböt! De ez a múltkor is szivatott valamelyik napon. Enyém mucita. Úgy látszik, amúgy nem szeretek mocsok módon versenyezni, tehát hogy ez a másik kilökése, ellökése, eltolása, ez nem az én stílusom, de hát ebben a játékban sajnos ez az egyik alapvető fegyvere az autódnak, hogy annak ellenére, hogy ripityára lehet törni, ripityára is kell törned, hogyha nyerni akarsz bizonyos helyzetekben. Jó. Szóval, amit mondani akartam, hogy a csatornám névjegy részében kint van a Funkynak a linkje. Ha szeretnétek egy kicsit más stílusban is játékokat látni, ő is ugyanígy ilyen végigjátszásokat csinál, mint én. Nézzétek meg, kitettem a linkjét a csatorna névjegybe. Discordunkkal együtt. Ez a Discord, ez még egy kicsit ilyen kérdéses, hogy mit akarunk vele kezdeni. Alapból nem is volt eltervezve, tehát még akkor, amikor annó legelején indítottam a csatornát, akkor csináltam meg a Discordot. Aztán utána, hát baráti Discord lett, tehát hogy inkább a barátok voltak fent, mint hogy oda bárkit is fel tudjunk terelni. Úgyhogy kifejezetten... Ó, nem már, állj már! Kösz! Hogy az anyádat, azt állj már fel, vissza! Ezt a havas pályát szerintem kicsit hanyagolom. Nagyon technikás nekem még ez a csúszkálásos iszfasz. Ezt az autót nem érzem úgy, ahogy én szeretném. Nem, egyszerűen nem azt csinálja, amit én akarok. Főleg így jegem. Mindegy. Szerintem most megint javítottam egyet. Én úgy emlékszem, hogy az előzőben negyedik voltam. Így van. Nem baj. Na menjünk, próbáljunk egy olyat, ami mondjuk erdő. Ez se tetszik, de hát na. Meg Funkyval most éppen daiglánytozunk együtt. De lesz rendszeres ilyen co-op játék, ahol együtt tolunk valamit. Azért a Dying Light-ot választottuk, mert egyrészt már jó rég játszottunk vele. Kettő, ott azért annyira nem függünk egymástól.
meg... Na. Az úgy nem jó. Mindketten kaporunk, köcsög! Gyere! Meg szerettük, tehát hogy akkor, amikor, mert mi azt egyszer már annó évekkel ezelőtt végig toltuk, az nem fog megint menni ez a meccs. És azért kezdtünk el vele megint játszani, mert mind a kettőnk úgy volt vele, hogy az amúgy jó. Csak hát nagyon úgy néz ki, hogy vagy a YouTube-nak nem tetszik, vagy nektek nem tetszik, vagy nem tudom kinek nem tetszik, mindegy. Az a lényeg, hogy elég kevés tekintés van rajta. Plusz mindig az aktuális játékkal, amivel játszik, azt megpróbálom megcsinálni, úgyhogy kirakom így a csatornának a fő oldalára is a lejátszási listáját. Úgyhogy tényleg, ha van kedvetek, akkor is lancsatok rá. Lehet, hogy találtak olyat, ami tetszik. Az a baj, hogy mivel még mind a ketten elég kicsik vagyunk csatorna szinten, ezért hát nehéz, mert nem tudunk úgy, hogy felteszünk egy videót, és akkor jönnek rá, hanem van olyan a videó, amit felteszek, és van rajta 8 megtekintés. Van olyan videó, amit felteszek, és van rajta 2500. És így... Mi a fene van? Hát... nehéz ilyen téren eldönteni, hogy milyen irányba induljunk, mert majd persze, amikor már leszünk, mit tudom én... Ez felesleges csinálni. De mondjuk mit tudom én, leszünk már, vagy... 1000-1500-an. Mindenki a bizonyos játékokat, egyebeket szereti nézegetni. Édes jó Isten! Na, ez a roncs derbi, acsi. Ez kemény! Akkor sokkal könnyebb, mert több visszajelzést is kapunk. Anyádat! Ahogy estem a másik irányba? A fizika elfelejtette, hogy kell működnie. Szia! Ó, pont eltűnt. Hupszi! Ja, szóval így egy kicsit nehezebb még. Nem panaszkodok, mert amúgy meg aránylag jó. Most éppen ő van ilyen válságban. Nekem is volt úgy ugyanez az időszakom, hogy egyszerűen nem jött semmi. Felraktam egy videót, 2 megtekintés van rajta, meg ilyenek. Üss meg, kösz. Abba az irányba jó leszünk. Öcsém. Nem értem, nem vágom, valami tuning kellene a kocsiba, csak így, hogy nincs pénzem. Mert mondjuk most kaptunk. Hát akkor ezt végig nyomjuk, megyünk tuningolni. Mihi! Na, végre, fizika. Ott van. Jó irányba repült az ember. Csúszik, nagyon csúszik, és visszaesik a sebességem. Állandóan. Azért nehéz irányítani. Meg hát azért nehéz egyáltalán tartani a tempót ezekkel a szemétládákkal.
Majd mindjárt nézzünk. Valószínű kell bele egy gearbox, ha tudok rakni bele, egy váltót. Meg... Hát, ha lehet, akkor gumit raknék még rá, meg felfüggesztést. Hát, ha egy kicsit barátságosabb lenne. Az a baj, hogy valószínű most egy kicsi ilyen grindolásos időszak lesz. Nyerünk versenyeket, amennyit csak lehet. Próbálunk pénzt gyűjteni. Én azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy vissza kellene menni az előzőbe, a bronzba, pár körre, mert ott ezreseket nyerünk a meccsenként, és hát izzadság nélkül meg lehet csinálni. Na, még egy hetedik helyet szedjünk már össze. Szóval igen, mivel, hogy kicsik vagyunk mind a ketten. Nekem is volt egy időszakom, amikor egyszerűen semmi nem történt. Tehát, hogy feltettem egy videót, egy megtekintés, két megtekintés. Ilyen 10 volt az, ami a max volt. És én ott úgy, na, tudjátok, azért kezdőként ebből akartam, akkor ebből akartam karriert építeni, úgymond. Azt hiszem 20-ban csináltam a csatornát. Én majd elkezdem, menni fog. Hajrá! Talán. Én ezt most csak azért csinálom, alapból felveszem a videókat. Felveszem azt, ahogy bénázok. Legyen mind röhögni. Meg idegeskedni, hogy köcsög, nem tudsz játszani. Nem. 3500, hát pont annyiba kerülne az egész. Hát akkor nem. Na, clutch. Effects gearbox. Hát jó, én ezzel sokat érek, hogy azt mondod, hogy mit befolyásol, csak speed and gearbox legyen. Meg amit mondtam, tehát mindenféleképpen szeretnék tájart. Ez mindenképpen belemegy, meg mondjuk egy felfüggesztés, az egy 800-asért belemehet. Kipufogó 500, az már nem jó. Body sincsen. Hát az engine-ből meg, hát az a baj, hogy alapból. Hát 6 ló. Ja, hogy itt vannak ilyenek is. Hengerfej. Szűrőkészlet. Ik. Ai. Ja, hogy aha! Tehát, hogy ezek vannak egymás után. Ez a három tuning van, ami úgymond beleteszi a... Vagy te beletesz a motorba. De amúgy supercharge-olhatom. Aztán... polisolhatok. Az nagyon jó, az kell, igen. Meg kiegyensúlyozhatjuk a motort, rakhatunk bele szűrőket. Ezek karburátoros, igen, és itt is a második, harmadik lokkolva van, tehát, hogy aha! Kezdem érteni a tuningolási részét a játéknak. Kezdem érteni a tuningolási részét. Nézzük meg ezt, ezzel még nem vesztettünk. Kíváncsi vagyok rá, hogy amúgy változott-e valamit az autó. Ó, most szopadsz! Most csak szivatsz. Nem tudom, mit kellene csinálnom, hogy ne repüljek ki az autóból.
Már ezen a pályán is volt. Ez az előzőnek... Várjál, ez az előzőben benne volt. Nem, nekem ez nem jön be, hogy egyszerűen nem bírom megfogni, ha elindul oldalra. Csak megy és megy és... Szóval ja, tehát hogy volt egy, hát egy jó év, két év, szerintem ki volt az két év is, mi kihagytunk. Úgyhogy most már, hogy újra kezdtem, talán a maffia volt az, ami meghozta egy kicsit így az áttörést. Mi az, hogy 50 méter? Jó, nem látszik, hogy krúket köztem. Á? Ez meg öcsém, hogy lemenjesz egy picit is a pályáról. És már visszarakadt. Hát ez... Itt is visszarakadsz? Nem, persze, ott kint lehet menni. Szóval nálam igen, így a maffia, most ez is, ennek az első része kezdett el egy picit felpörögni. Bár nem hinném, hogy van akkora... hulláma. Hogy ez jó legyen. Most megint visszahozva. Hát már köröznek, köcsém! Jó. Valamit ki kell találnom, mert... Nem, ez... Ennyiszer visszarakni a kocsit, mert kicsúsztam a pályáról, még nem kellett. Állj már meg, ezt rakd vissza. Hát ez nem gyere be. Most nem tudom, mit rontottam el most ez alatt a kör alatt ennyire. Jó, hát tudom, hát az, hogy amúgy az úton kellene menni. Most nem voltam túl hatékonyak. Állj már meg legalább. Na. Megkínozzunk másokat. Egy. Egy. Még az utolsó másodpercekben is akadj már be, igazad van, szod. Fene. Ez gyászosan rossz kör volt? Nevezhetjük így? Nevezhetjük így. Gyászosan postos kör volt. Na mindegy. Szóval. Csekkoljátok a linkeket. Névjegyben. Iratkozzatok fel, szóljatok hozzá, lájkoljatok, gyertek Discordra, és találkozunk a következő részben. Sziasztok!